Köszöntöm Önöket! Az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban lesz szó férfiaknak szervezett szűrőnapról, elkalauzoljuk Önöket a bonszájok világába, és megmutatjuk a város legmobilisabb osztályát is. Tartsanak velünk! Nyílt szűrőnapot tartottak férfiaknak a Család és Nővédelmi Központban. Az urológiai vizsgálatok mellett számos más szűrővizsgálatot is elvégeztethettek a jelenlévők. 10. alkalommal várták az ingyenes urológiai szűrésre a férfiakat a Család és Nővédelmi Központban. A város 2011-ben szervezett először szűrőnapot férfiaknak, a cél azóta is ugyanaz, a prostatarák szűrésének a fontosságára hívják fel a figyelmet, az idejében felfedezett daganatos megbetegedés ugyanis jó eséllyel gyógyítható. 10 évvel ezelőtt kezdtük el Székesfehérváron az önkormányzat segítségével ezeket a szűrővizsgálatokat. Akkor léptünk be az Egészséges Városok Szövetségébe, és zászlónkra tűztük a megelőzést, a prevenciót, azt, hogy minél kevesebben halljanak bele elkerülhető betegségekbe, minél kevesebb embert érintsenek ezek a betegségek, és ennek nagyon fontos állomása volt a férfi szűrőnap bevezetése, amit mi nagyon szeretünk, hiszen most is a Család és Nővédelmi Központba hívtuk a férfiakat, hiszen fontosak nekünk, szeretnénk, hogyha ők is egészségesek legyenek, de hát azért 10 év alatt még mindig nem nagyon változott, hogy ők sokkal félősebbek, de azért most már nagyon hamar betelnek, 1-2 nap alatt betelnek ezek az időpontok, és remélem, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket, amelyek a szakrendelőben mindig vannak, kihasználják, és magukra is fordítanak legalább 1 órát évente. Azt tudjuk, hogy egy csapat segítségével egyre népszerűbbek ezek a szűrések. Ez egy tudatos döntés az önkormányzat részéről is, hogy népszerűsítsék, hiszen az egészség mindennél fontosabb. Abszolút tudatos döntés, és az önkormányzatnak egyébként feladata is az egészségfejlesztés. Hiszen a kórház most már állami kézben van, tehát az önkormányzatnak az alapellátás és az egészségfejlesztés az, amiben a legtöbbet tud hozzáadni. És ez egy nagyon fontos terület. A vizsgálat körülbelül 5 másodpercnyi kellemetlenség, melyet 2 évente ajánlott elvégeztetni. A férfiak beutaló nélkül is tudnak menni a kórház szakrendelésére. Herma János urológus főorvos még elmondta, hogy a kampányszűrésekkel a szűrővizsgálatok fontosságára szeretnék felhívni a férfiak figyelmét. Továbbra is azért gondoljuk fontosnak, mert az időben felfedezett betegségek nagyobb eséllyel gyógyíthatók. Prostatarák vonatkozásában ez annyira komoly, hogy most azt mondhatom, hogy az időben felfedezett prostatarák teljesen meggyógyítható. Tehát az időfaktor egyre nagyobb jelentőséget kap. Azt látjuk, hogy egyre többen jelentkeznek, ez üdvözlendő. Ez egyértelműen üdvözlendő. Ez nyilván köszönhető ennek a most már 10 éve végzett tevékenységünknek is, amivel tulajdonképpen egy egészségtudatos magatartást szeretnénk a férfi társakból kiprovokálni. Ezt persze idézőjelben mondom, mert korábban ez inkább a hölgyekre volt jellemző, hogy törődtek az egészségükkel, és mi szerettük volna a férfiak tudomására hozni, hogy igenis fontos, hogy törődjenek az egészségükkel, és ennek egy nagyon fontos része a prostatarák szűrés. Nyilvánvaló, hogy ez nagyon fontos, ugyanakkor mennyire gyakori? Tehát lehet-e számokkal jellemezni, hogy a prostatarák az mennyire veszélyes egy bizonyos kor felett? Hát én nem vagyok a számok embere, nem szeretek statisztikákra hivatkozni, mert minden egy eset más. Tehát akit érint a dolog, az 100%-ban érintett, aki meg nem érintett, az meg nem tudja, hogy miről beszélünk. Tehát felesleges statisztikákat mondani, annyi, hogy 50 fölötti embereknek gondolni kell erre, és jönni kell 2 évente, legalább. Keresztúri Lászlóné, a Humánszolgáltató Intézet vezetője fontosnak tartja a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételt. Hölgyekkel kezdtünk el foglalkozni, és a hölgyeket kísérő urak reklamáltak 2011-ben, amikor elkezdtük az egészségfejlesztési tevékenységet a városban, akkor az urak reklamáltak, hogy őrájuk miért nem figyelünk, akkor elkezdtük ezt a programot, eleinte 1 orvossal, aztán 2-vel, majd a végén most már 3-mal, és 2-3 óra alatt betelnek az időpontjaink, pedig egész délelőtt 3 orvossal itt szűrünk, tehát egy ilyen 100-150 ember szűrésére mindig volt eddig is lehetőség.
nagyon sokan érdeklődnek, tehát azt gondolom most így a covidos időszak után meg ez kiemelten, tehát amikor nem lehetett szakrendelésekre menni, amikor nem lehetett szűrővizsgálatokra menni, mert a kapacitást elvitte a covid körüli hercehurca, így most még többen jelentkeznek, és erre mindig nagyon nagy az érdeklődés. A szűrőnapon megtapasztalhattuk, fontos, hogy a férfiak egyre inkább élnek a lehetőséggel önmaguk és családjaik megnyugtatására. A következő percekben különleges növényekről lesz szó. A bonszáj télen ugyan nem igényel sok törődést, de azért van néhány fontos tudnivaló, amit érdemes szem előtt tartani. A stúdióban Kovács Szilvia beszélgetett a témáról. A stúdióban vendégem Kecskeméti Zoltán, nemzetközi bonszájmester, akivel érdekes növényekről fogunk a következő percekben beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy újra elfogadta meghívásunkat, már többször járt itt nálunk a stúdióban, és mindig érdekes növényeket hoz magával. A mai fő témánk az majd ugye a téliesítés lesz, de még mielőtt erről beszélünk, azért beszéljük át egy picit ennek a bonszáj világnak a lényegét, hiszen én azt gondolom, hogy laikusként a bonszájt, mint fogalmat úgy gondolja az ember, hogy ez egy növénytípus, de közben bonszájt tulajdonképpen majdnem minden fából lehet készíteni, ha jól tudom, ugye? Pontosan, majdnem milyen növényből, minden növényből, kivétel a pálmafák, azok azért nem bírják, mert a kicsi helyen is akkorára nőnek, hogy azoknak már nem lehet bonszájnak nevezni. A bonszáj az durván 2000 éves viszonylatban lehet visszamenni, amikor a kínaiaktól a zen buddhisták átvitték Japánba, és akkor kitalálták azt, hogy kicsi edényben nevelt növény. Előtte is volt már, pentyingnek hívták a kínaiak, de a japánok csináltak belőle olyant, hogy módszeresen, stílusokra nevelték a növényt, és 15-féle stílusból áll a bonszáj rendszer. És érdekessége az, hogy ugye minél laposabb az edény, annál, hogy mondjam, idősebb növényeket lehet termeszteni, de a lényeg a bonszájnak mindig, hogy a gyökerek, a föld és maga a növény egyensúlyban legyen. Tehát magyarul az ember úgy érezze magát, mint kinn a természetben van. Ez most egy kicsit viszonylag nagyobb ez fa, egy 75 de... centiméteres, dai méretű növénynek hívják ezt. De ilyen egészen picikéket is lehet látni. Picikéket is lehet látni, vannak a mame, a babsen nevű, aztán vannak a sohin növények, aztán vannak a kai növények, és akkor jön a dai növény. Tehát meg van különböztetve méretenként a stílus, a növény, de azt tudom mondani, hogy van, aki szereti a legkisebb növényeket, van, aki szereti a nagyobb növényeket. Mindenkinek szeretete, hogy milyen növényt szeretne, de van ugye nagyméretű a big bonsai is, ami a kerti növényeket jelenti egyébként, de nálunk általában a közepes méretű növények maradtak meg. Tehát ez mondjuk így a lakás vagy a háznak a dísze, éke lehet? Lakásnak ezt nem mondanám lakásnak dísznek. Pár napra be lehet vinni nyáron, mikor megfelelő fény erőt kap a növény, mert a legnagyobb probléma, hogy a kicsi növény miatt a fény több kell, hogy legyen a bonszájuknak, de viszont a lényege az, hogy nem túlzó napsütés, tehát nem égető napsütés, hanem fény, fény és fény, azon kívül a megfelelő tápanyagok jellemzik a növényeket, és ugye a megfelelő edény, ami hozzátartozik egy növénynek a stílusához. Általában a örökzöld növényeket barna, mázatlan edényekbe tároljuk, rakjuk. A többi növényt, meg általában lombhullatókat mázas növények, mázas edényben tartjuk. És akkor beszéltünk arról, hogy igazából tulajdonképpen majdnem mindenből lehet készíteni. Majdnem mindenből lehet, így igaz. Mi az, ami a leggyakoribb? A leggyakoribb növények a fenyők, tehát mivel állandóságot sugároz. Tehát egy fenyőre ránézek, az tavasszal, ősszel, télen örökzöld. Tehát azokból lehet gyönyörű növényeket csinálni. De vannak olyan növények, mint a ginkgo biloba, ami ugye egyedülálló a világon azért, mert megmutatom, bármilyen furcsa fenyőnek nevezzük, de lombhullató. Lehet látni itt az apró kis csíkokat, hogy ez is fenyőnek indul, de valahogy az élet során, 270 millió évről beszélünk, valahogy nem sikerült áttérni az igazi
tűlevelű rendszerre, de viszont nagyon érdekessége, hogy gyógynövénynek használják, tehát gyógygyászati szempontból is nagyon ragyogó. Nagyon bírja a városi klímát, tehát semmi probléma a magas gázokkal kapcsolatban, azon kívül egy nagyon érdekesség. Hiroshima-ba annak idején, sajnos, 1,6 kilométerre a hiroshimai atombomba centrumától 6 darab bonszájt találtak, illetve növényt találtak, az mindegyik kivétel nélkül ginkgo biloba volt. Tehát ennyire tűrő képessége van ennek a növénynek. Uh-huh. Tehát azért hangsúlyozom még egyszer, 270 millió éves a maga az anyanövény. Uh-huh. Ezt nem is gondoltál volna az ember, ugye erről a gyógynövényről sokat hallani, de ugye megvesztük a gyógynövényt. Igen, megvesztük a tablettát, szaküzletben, minden ginkgo, igen, de hogy ezt így akkor saját magunk esetleg otthon is Tudjuk, nevelni tudjuk a növényt, hogy ne minden további nélkül. Faiskolában megvásárolt növény, nyugodtan visszavághatjuk. Egy idő múlva el kell szózni oldalsarjakat, nagyon nehezen indul be egyébként, de később, mikor már olyan 20-30 éves bonszájként, akkor már rettentően meg tud indulni, tehát azt tudom mondani önnek, hogy ezt én tavasszal még egy kicsit jobban visszavágom. Ez igazi bonszáj növényként azt tudom mondani, hogy ugye háromszög érvényesül, tehát mindenképpen a háromszögnek kell érvényesülni. És akkor a meccésekkel tudom irányítani arra, hogy merre induljanak a következő ágak, és esetleg tudok vágni a magasságából is, de gyorsan fog nőni most már. Mert ugye, hogy mondta, ugye ezeket állandóan metszeni kell, ahhoz, hogy az a küllem meglegyen. Pontosan. Tehát és ez már úgy, majdhogy nem egy kis művészetté nőtte ki magát. A bonszáj maga egy élő művészetként van számon tartva, azért is, mert soha nincs kész bonszáj. Tehát ha megcsinálok egy növényt, akkor biztos, hogy 2-3 hónap múlva hozzá kell nyúlni, mert valamelyik ág megindul, valamelyik része nem úgy működik, különböző módszerekkel tudjuk alakítani a növényt arra, hogy mindig megfelelő legyen, és akkor a tulajdonosának kellemes örömet tudjon okozni. Na most van olyan, hogy elmegyünk valahol, és akkor megvásároljuk így készen a bonszájt, meg ahogy ön mondja, hát akkor lehet ezzel mesterkedni, művészkedni egy kicsit. Kiknek ajánlott? Annak ajánlom, aki egyrészt türelmes, szereti a növényeket, tehát természet szerető, azoknak mindenképpen, és minimum egy erkélyre szükség van, ha más nincs, mivel lakásban nem tarthatók. Nagyon kevés növény tartható lakásba. Én igazán azokat a növényeket, amelyek lakásban tarthatók, és nagy bevásárló központokban megvásárolható. Nagyon sokan panaszkodnak, hogy pár hónap után tönkrement a növény. Miért? Mert rossz körülmények között tartják. Tehát a világon minden növény, ha belegondolunk, különböző ugye tájegységeken gondolkodva, kint élnek. Tehát minden növény kint él végül is. Magyarul az ember ugyan beviheti a lakásba, ezt például 3-4 napra be lehet vinni, gyönyörködni benne minden, de a megfelelő körülményeket, a páratartalmat, aztán a világosságot kell neki ugye biztosítani. Egyébként mennyire, mert ugye azt még a műsorunk előtt megbeszéltük, hogy nagyon jó a tűrőképességük. Tehát, hogyha mondjuk nem foglalkoznak velük egy-két hónapig, mondjuk itt télen, akkor nem lesz bajuk. Igaz. Ennek semmilyen problémája nincs. Természetben is gyűjthetünk be növényeket, amit olyan területen, ahol nem ugye természetvédelmi terület, gyűjthetünk be növényeket, hiszen az állatok megrágják, és ezáltal már majdnem kész bonszájokat tudunk találni. Egyébként, ha valaki fölmegy az internetre, akkor nagyon sok olyan bonszájt talál, bonszáj kezdeményezést, ami már eleve egy kiásott, úgy hívják, hogy yamadori, tehát begyűjtött növénynek minősül. És nagyon gyönyörű példányokat lehet, pár év múlva nagyon szép kiállítás érett növényeket lehet tartani. Nekem is van 2-3 ilyen egyébként. Önnek egyébként otthon mekkora gyűjteménye van? Hát durván olyan közel 100 növényem van egyébként, tehát nem kicsi az állományom. Van köztük 2,5 milliós növény is, ez mondjuk egy 7-800 forintos növény úgy durván számítva. Hogy miért ennyi az értéke? Mert az idősége, azt meg kell nézni, hogy ugye egyrészt beszéltünk róla, hogy lassan nő a ginkgo biloba, a másik, ha elindul, akkor nagyon jó, de meg lehet nézni, hogy azért is látni, hogy öreg a növény, hogy ezek a kis folyások úgy néz ki, mintha megfolyna maga a fa. Uh-huh. Ezek egyrészt jelzik, hogy gyógy növényről van szó, tehát gyógy célokra is felhasználható, másik az idősségét jelzi a növénynek. És a kiállításon mindig azt nézik, hogy
megfelelő edény, tehát az edény passzol-e a növényhez, utána megvan-e a megfelelő külalak, hogy mondjuk a füvet jelenti ugye a zöld moha, és akkor utána jön maga a növény, ami azt jelenti, hogy ha gyönyörű szépen sokfelé elágazik, és ilyen kitüremkedések vannak, akkor ez a növény már sokat ér, ez már nem csak kiállítás érett, hanem igazán egy gyűjteményben már a legszebb darabok közé tartozik. Uh-huh. És ez például hány éves? Ez körülbelül 45 éves növény, én 15 éve ápolom egyébként, úgyhogy de van többek között olyan növény, amit már régebben bemutattam, amit 75 éves volt, mikor én megvettem, most már 100 éves a növény, tehát több mint 25 éve nevelem, úgyhogy. És úgy hoztam át a határon, hogy dugni kellett, el kellett dönteni a növényt, átjöttünk a határon megint visszaállítani, hogy ne történjen vele probléma, de akkor még ez volt a lehetőség arra, hogy az ember egy komoly, idős, olyan növényt hozzon át, ami tényleg egy hosszú távon nagyon megfelel mindennek. Hozott egy másik növényt is, ő ki? Hoztam egy másik növényt. Általában, hogyha valaki kiállításra jár, akkor a bonszájok úgy működnek, hogy van egy növény, van mellette egy olyan növény, amit úgynevezett hangsúlyozó növénynek, vagy kuszamonónak hívunk. A hangsúlyozó növény kicsit, ugye most téli az egyik, a másik meg ugyanúgy. Mondjuk ez kibírja a telet is mínusz 10 fokig, ez egy japán páfrány. Uh-huh. Ennek érdekessége, hogy Japán és Kína táján növekszik, nem egyszerű tartani, mert ha beviszem lakásba, hamar tönkre megy. Azért, mert ő szereti a hideget is, lassan nő egyébként, és megfelelő talajnak, és ki kell találni, hogy mikor, mennyi nedvességre van szüksége. Mert bármilyen furcsa, bírja még a szárazságot is egyébként. Egy kicsit a napsütést is bírja, de hangsúlyozom, hogy nagyon, és akkor meg lehet nézni a leveleket. Kicsit hasonlít, picit, nem nagyon, de hasonlít a ginkgo bilobához. Tehát egy kicsit együtt úgy jól mutat. Még van egy harmadik dolog is, amit általában bonszájkiállításon bemutatnak, azt úgy hívják, hogy szuiszeki, a kőművészete, de azt most jelenleg nem hozom be, majd arra később valamikor beszélünk, hogy mi is az a szuiszeki, rengeteg követője van a világon egyébként, és külön üzletág. Uh-huh. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy így télen hogyan kell ezeket a fákat gondozni, ápolni, hiszen, hát, mint mondta, azért az időjárás azért megtépázhatná őket, de ugye, ha nagyon bírják ugye a természeti körülmények ingadozását, akkor viszont talán nem olyan nagyon hát igényes. Hát 10 fokig semmi probléma, tehát kibírja. A bonszáj növényeknek egy problémájuk van, ugye kicsi az edény, és hamar befagynak, megfagynak. Ezért én kitaláltam, de nem csak én, mások is azt csinálják, hogy télen, mínusz 3-4 fokig még semmi probléma, ha alatt van a hőmérséklet, akkor csinálunk egy kis fóliasátrat, és abba tesszük. És így simán át tudnak terelni olyan növények is, amelyek 3-4 fokra vannak, plusz 3-4 fokra vannak beállítva. Nekem sikerült idáig olyan növényeket áttelelni, amire szigorúan előírják, hogy 3-4 fok alatt már ne próbálkozzak vele. Nekem sikerült még idáig, hál' Istennek. Lehet, hogy egy kicsit a növény már hozzászokott a magyar viszonyokhoz is, mert azért a saját termővidékén nem igazán ez a megfelelő, de mondom, egy kis fóliasátor, de néha a fóliasátort ki kell nyitni, mikor jobb idő van, hogy átlevegőzzön, egy, kettő, meg hogyha úgy látjuk, hogy öntözni kell, akkor öntözni kell. Nem kell mindig öntözni, elég két hetente egyszer télen megöntözni a növényeket, mert ugye lelassultak, nincs levél, nincs mi párologtasson annyira, de azért nedvesség kell a gyökereknek. Tehát akkor ilyenkor nem is nőnek olyan gyorsan? Nem, ilyenkor nem nőnek a növények. A fenyőnek meg nagyon lényeges, hogy minden olyan ágat, illetve olyan levelet eltüntessük a fenyőről, ami elszáradt, mert vannak olyan fenyők, amelyek ilyenkor sajnos lombhullatóak ugyanúgy, nem annyira, mint a lombhullató növények, hogy mindent ledob, de egy részét ledobja a leveleknek, az azért is jó, mert a következő évben újabb hajtások növekednek, a másik, meg muszáj ezeket eltávolítani, hogy ne rohadjon be a következő levél. Most ezeket a fenyőket azért mínusz 20 fokig bírják, de azért én akkor is el szoktam tenni télire, semmi gond, nagyon kevés öntözést kívánok, és akkor a leglényegesebb, hogy téli permetezést, egy úgynevezett lemosó permetezést kapjanak. Én mészként tejlének az 1:20 arányában lévő keveréket használom, ez egy japán keverék, ez arra is jó,
hogy egy az egyben az úgynevezett gin, de az majd egy később, tehát az elhalt ágakat kiszokták fehéríteni, és akkor nem gombásodik, nem pusztul el a növénynek az a része, mert ugye szeretünk olyan növényeket is csinálni, ahol vannak elhalt ágak, minél idősebbnek tűnik a növény. És ezért van az, hogy ezt a folyadékot erre használjuk, erre is használjuk, hogy 1:20 arányba lepermetezzük egyszer, nem a földet, hanem magát a növényt permetezzük, és akkor a gombák és a irritáló dolgok nem támadják meg, a bogarak meg egyebek nem támadják meg a növényünket, tehát tavasszal ugyanúgy kivehetjük, mintha semmi nem történt volna. Szokták mondani egyébként, hogy így finoman megsimogatva a leveleket. Például a növények meg tudják hálálni. Ezt így van egyébként. Én azt mondom, hogy a növények, és olvastam már ilyeneket, növények szinte beszélnek a tulajdonosra. Tehát az ember úgy viselkedik vele, hogy meghálálja azt a növény, amit vele tettem, akkor szinte visszabeszél, mert tényleg úgy indul el, úgy csinálja dolgokat, ahogy én szeretném. Nem egy egyszerű dolog, megfelelő dolgok kellenek hozzá, de érdemes vele foglalkozni. Én több mint 30 éve foglalkozom bonszájra, de még idáig nem bántam meg. Úgyhogy volt, nekem is voltak rossz álmaim, meg rossz napjaim, tehát volt sok növény, ami elpusztult, de később rájöttem, leírtam, hogy mi lehetett a probléma, összeszedtem a dolgokat, hogy miért lehetett ez, hogy elpusztult meg minden, és akkor rájöttem arra, hogy továbbiakban nagyon sok szakkönyv van egyébként, Magyarországon ritka a szakkönyv, de azt tudom mondani, hogy Magyarországon bármilyen furcsa, több mint 10 000 követője van ennek a mozgalomnak. Igazán klubtagok, meg akik igazán foglalkoznak bonszájjal, 1500-3000 ember között van egyébként. És szeretnék segíteni a fehérváriaknak is, mert látom, hogy a Munkácsi utcában, látom, hogy hátul az erkélyen vannak növények, tehát hogyha bármi probléma van, mert látom, hogy nem egészen úgy működik, ahogy kellene, szívesen segítek. Tehát innen is üzenem, hogy nyugodtan forduljon hozzám, segítek. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és máskor is várjuk egy hasonló témában. Köszönöm, hogy bemutatkozhattam újra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Idén a Vasvári Pál Gimnázium 7. A osztálya érdemelte ki a legmobilisabb osztály címet. A gyerekeket a Városházán köszöntötte a polgármester. Ezzel a szép tortával köszöntötte Cserpalkovics András polgármester a Városháza dísztermében az Európai Mobilitási Hét legmobilisabb osztály elnevezésű vetélkedőjének győztes tanulóit. Nagyon fontos az, hogy megfelelő közlekedési szabályismerettel, közlekedési kultúrával rendelkezzenek már fiatalkorban is, és láthatólag ők ezzel a tudással bírnak, és talán egy szép misszió is ez a verseny, és akár ez a mai nap, hogy a fiatalok egymásnak is példát mutatva, hogy közlekedni fontos, közlekedni muszáj, de nem mindegy, hogy egymásra odafigyelve a szabályokat betartva tesszük. Ehhez viszont kell ismeret, ehhez járul hozzá maga ez a verseny is. A Székesfehérvár a közösségi és kulturális központ szervezésében megvalósuló vetélkedő győztesei ezúttal a Vasvári Pál Gimnázium 7. A osztályának tanulói lettek, akik 3 iskola 4 osztálya közül érdemelték ki a legjobbaknak járó elismerést. Eléggé boldog vagyok, hogy együttműködően tudtunk teljesíteni a versenyen, és egy erős osztályá tudunk összekovácsolódni. A gyerekek osztályfőnöke a csapatépítés szempontjából is meghatározó élménynek nevezte a vetélkedőt. Teljesen adhok jelleggel neveztem be az osztályt. Ők egy kezdő osztály, tehát ez egy csapatépítő program is volt a számunkra, és nagyon jól sikerült, nagyon jól éreztük magunkat, jövőre is menni fogunk, ezt megígérjük. Koncz Hajnalka hozzátette, hogy az osztály együttesen is készült a versenyre. Annyi felkészülés zajlott, hogy picikét beszélgettünk közlekedési szabályokról, ezen túl nem. De ők nagyon felkészültek maguktól is, sokan közlekednek biciklivel, úgyhogy készültünk ennyivel. Neider Zajákos elmondta, hogy a versenyre való felkészülésben a családtagok is sokat segítettek. Annyit nem gyakoroltunk, inkább csak otthon az előző este, az előző előtti estéken átnéztük a családtagjainkkal, akik már persze letették a jogosítványt, átnéztük a kereszt szabályait és a pályázatnak a kiírását, hogy biztosan jól teljesítsünk a versenyben. A felső tagozatos gyerekek egy 5 állomásból álló ügyességi pályán mérhették össze tudásukat, ahol próbára tehették fizikai és szellemi felkészültségüket, többek közt kergebringákon, felnihajtó versenyen és kereszteszten is. Rengeteg feladat kapcsolódott a mai ugye közlekedési szabályokhoz, főképp a bicikliről kérdeztek,
De igazából voltak olyan feladatok is, amikor kipróbáltunk különféle érdekes járgányokat, amikor például máshogy működnek a biciklik, de azon felül nagyon jó volt, hiszen az összes közlekedési szabályt a biciklire vonatkozóan átvettük, ami szerintem nagyon jó volt ismétlésképpen. A legmobilisabb osztály jutalma 2021-ben a Damnicki cukrászda által felajánlott torta mellett egy közös filmnézés volt a Barátságmoziban, ahol a David Copperfield Csodálatos élete című filmet nézhették meg a gyerekek. Ez volt mára az Együtt magazin. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok Önöknek!